Alapvetően a Szocialista Párt részéről szeretnénk egy pár szóval reagálni arra a bejelentésre, amit a miniszterelnök, illetve a gazdasági miniszter ma tett a devizahitelesek kapcsán. Hát összességét tekintve az álláspontunk, és nem csak álláspont, a véleményünk is egyúttal, hogy hát ez egy nesze semmi fog meg jól. Két oknál fogva, az egyik az az, hogy azért az elhangzott bejelentések mögött ott van a mondat, hogy no persze még a részleteket nem minden tekintetben tárgyaltuk át, vagy tárgyalták át az érintettek. Hát jó európai szokás szerint azért ez nagyjából úgy szokott működni, hogy amíg mindenben, minden részletben meg nem állapodtunk, addig semmiben nem állapodtunk meg. Tehát ezeket a hangzatos bejelentéseket egyelőre csak nagyon óvatosan fogadjuk, nem tudjuk, hogy még az előttünk lévő néhány hétben, amit maguknak még a további tárgyalásokra szántak, hogy ebben mi történik, ki az, aki egyik vagy másik részletből kifarol. Szeretném elmondani, hogy hasonlattal élve, hogyha valaki egy fuldokló áll a vízben, annak nagyon nem mindegy, hogy itt van-e a vízszint, vagy az orra fölött van a vízszint, ugyancsak egy centi a különbség, de adott esetben halálos lehet. Tehát várjuk meg, amíg egy végső megállapodás lesz a bankszféra, illetve a kormány között. Nota bene, a bankok még azért várnak választ a kormánytól arra, hogy mi történik a bankadóval, amely, mint tudjuk, a bankadó át lett hárítva az emberekre. Tehát az, hogyha a banknak bankadót kell fizetni, az nyilvánvalóan a törlesztő részletekben is megjelenik. Következésképpen, amíg az egyikkel nem boldogultunk, addig a másikkal kapcsolatban se nagyon tudunk mit mondani. Ezen felül pedig a Szocialista Párt már áprilisban beadott egy olyan javaslat sort, ami lényegében hasonló nyomdokokon működött, mint amit most a Fidesz bejelentett, tehát a nemzeti eszközkezelő létrehozása, ha már hozzáteszem, hogy azt Török Zsolt az egyik szereplője annak a sorozatnak, amelynek keretein belül már bő egy éve javasoljuk, hogy na hol az a nemzeti eszközkezelő, hát a Zsolt nem mondta el ezt az elmúlt egy évben százszor, akkor egyszer se. Ez még most sincs, hanem még mindig csak majd a lesz kategóriában van téve. Ezen felül pedig én azt látom, hogy a kormánynak a gazdaságpolitikája jottányit sem változott, ami abban ölt testet, hogy méltatlanul magasak a törlesztő részleteket összetevő tételek, így például az árfolyam, így például a forint hitelek, illetve a magyar bankszféra által fölvett hiteleknek az országkockázati felára, ezen felül pedig hát úgy tapasztaljuk, hogy a bankok azért elég kemény rátartásokkal emelgették ezeket a törlesztő részleteket, itt azért a felügyeleti oldalon is bőséggel lenne mit tenni, csak hát ugye a kormány puha kézzel bánt a bankokkal, hiszen másfelől megsanyargatta őket a bankadóval, hogy minél jobban beszedi tőlük a bankadót, a bankok annál inkább szeretik az ügyfelekre ezeket a dolgokat áthárítani, tehát ez egy sajátos mérleghelyzet tekinthető. Úgy látjuk a Szocialista Párt részéről, hogy ebből különösebb megoldást nem kerekedik ki, hiszen nagyon sokan vannak, akik nem azért nem tudják fizetni a törlesztő részleteket, mert ezek magasabbak 20-30-40%-kal, mint korábban voltak, hanem például azért nem tudják fizetni, mert menet közben a családból egy vagy két embert kirúgtak a munkahelyéről, és mondjuk így néhány kereső kiesett ebből a folyamatból, tehát az indokolatlan kirúgások tömkelege, sokan azért nem fogják tudni fizetni a különböző törlesztő részleteket, mert méltatlanul ezekkel a békkielégítési pénzeknek a büntető befizettetésével bányászokat és egyebeket érintett ez a dolog. Ezzel csapták agyon a háztartásokat, és hát ahány ember annyiféle oka van. Egy dolog biztos, és ez a Fidesznek a programjában is, most a pénzügyi programjában is benne van. Az utolsó szögig, az utolsó fillérig, az utolsó magas kamatokig vissza kell fizetni, csak legfeljebb időben van egy kis tilitoli az elosztáson, megy a játék. Olyan értelembe vett könnyebbség, hogy az illetőnek a saját helyzete jobb lett volna, vagy netán kevesebbet kéne visszafizetnie, ilyet meg nem állított elő a Fidesz. Erre mondjuk azt, hogy nesze semmi, fogd meg jól.
Várjuk mindazonáltal a részleteket, mert úgy látjuk, hogy elég sok olyan szám hangzott el, amilyen tólig határokat mutat. Nem nagyon értjük bizonyos pontokon a bejelentéseknek a logikáját, elsősorban ami az árvezetéseket illeti. Nem nagyon látjuk át, hogy ezek a diszkontárak, ezek valójában mit jelentenek egy-egy elárvezetésnél. Tehát itt fogalmilag is azért van bőséggel probléma, amiket még egyelőre tisztázni kell. Egyelőre, mondom, a főbb pilléreket nézve annyit látunk, hogy egy kicsit elnyújtják az emberek terhét, de összességében semmilyen fokon, módon nem segítik az embereket abban, hogy ki tudják fizetni a megemelkedett törlesztő részleteket, különös tekintettel arra, hogyha ezt, azt is oda vesszük, hogy sok esetben lehet, hogy a törlesztő részlet az pont annyi, mint az a bérleti díj, amit az egyébként az illető alól elkótya vetélt lakásért akar a kormány kérni. Ettől függetlenül még ugyanúgy vissza kell fizetni rengeteg pénzt az érintetteknek. Tehát magyarul semmi előrelépés nem mutatkozik ebben az egész kérdéskörben. Én nagyon bízom abban, hogy a közeli napokban azért mégiscsak valami konkrét abbat fogunk hallani a kormánytól, illetve abban is bízom, hogy esetleg valódi egyességre jutnak a bankokkal ebben az egész kérdéskörben. Most úgy látjuk, hogy szándékok elhangzottak, homályos részletekkel, mi se tudunk nagyon sokat kezdeni az ilyen javaslatokkal, amiket itt a kormány kormányzás helyett így PR szinten bele szóra közvéleménynek a figyelmébe.